Legalább 4 robbanás hallatszott Kijevben hétfőn, nem sokkal azután, hogy este 11 óra körül megszólalt a légiriadó Ukrajnában. A főváros katonai közigazgatása később közölte, hogy Oroszország Iskander-M vagy észak-koreai ballisztikus rakétákat használt. Kijevben legutoljára július 30-áról 31-ére virradó éjjel hallhattak robbanásokat, amikor Oroszország több mint 7 órán át tartó tömeges dróntámadást indított. Akkor a légvédelmi erők több mint 40 drónt semmisítettek meg a város légterében és a közeli területeken. A vilniuszi kormány mintegy 9 millió eurót különített el az állam nevében felvett hitelekből a Litván Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium programjaira a Litvániában élő ukránok támogatására. További közel 10 000 eurót kapott a Litván Egészségügyi Minisztérium. A pénzt gyermekgondozási támogatásra, iskolások szociális segélyezésére, közüzemi szolgáltatások, bérleti díjak és egyéb kapcsolódó kiadások részleges kompenzálására fordítják. A Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium közölte, hogy Litvánia eddig több mint 114 millió eurót költött a háború miatt az országba érkezett ukránok támogatására. A Litván Központi Bank becslése szerint az országban élő ukránok 2023-ban az ország GDP-jének mintegy 1%-át adták. A háború okozta fokozott veszélyeztetettség miatt a koordinációs központ úgy döntött, hogy a Donyecki terület több városából és falvából evakuálják a gyermekeket, írja az Ukrajinska Pravda hírportál. A gyermekeket szüleikkel vagy más törvényes képviselőikkel együtt menekítik ki. A kitelepítés a Donyecki terület Pokrovszki és Kramatorszki járásainak településeiről biztonságos régiókba történik majd. Az evakuálás 60 napon belül tervezik végrehajtani. A kimenekítés megkönnyítésére egybefogadó központot hoztak létre. A jelentések szerint a biztonságosabb régiókban az evakuált gyermekek és kísérőik ingyenes szállást, humanitárius segítséget és pszichológiai támogatást kapnak. Drasztikusan csökkent a háború kezdete óta a születések száma Ukrajnában. Csak az idei év első felében 3-szor annyian haltak meg, mint ahányan születtek, írta hétfőn az Ukrinform állami hírügynökség az igazságügyi minisztériumra hivatkozva. A negatív trend legfőbb oka az ukrajnai háború. A népességváltozásra vonatkozó előrejelzés szerint Ukrajna lakossága 2052-re akár 31%-kal is csökkenhet. Az idei év első felében az igazságügyi minisztérium által vezetett statisztikák szerint 250 ezer halálesetet regisztráltak, és mindössze 87 ezer születést. Az idén eddig a legtöbb gyermek az ukrán fővárosban, Kijevben született. Második helyen szerepel a nyugati Lviv régiója és a keleti Dnipropetrovszk. A legalacsonyabb születési számokat a frontvonalon található Herszonban és Donyeckben jegyezték fel. A legtöbb halálozást Dnipropetrovszk régióban, Harkivban, illetve Kijevben regisztrálták. Ukrajna népességét 2021-ben 41 millióra becsülték. A háború kitörése óta közel 17 millió menekült hagyhatta el Ukrajnát. Az ukrán hadsereg megsemmisített egy orosz Su-34-es vadászbombázó repülőgépet és egy lőszerraktárt az oroszországi Rosztovi terület Morozovszk repülőterén, közölte az ukrán katonai hírszerzés műhold felvételekre hivatkozva. Ezt megelőzően az ukrán fegyveres erők vezérkara megerősítette az orosz repülőtér elleni támadást, mondván, hogy egy siklóbombákat tároló lőszerraktárt ért találat. A katonai hírszerző ügynökség szerint 2 másik Su-34-es orosz repülőgép is megrongálódott. A csapás teljesen megsemmisített egy orosz légi fegyverraktárt. Kijev szerint 4 műszaki épület és 2 hangár is megsérült. A Morozovszki légi bázist Ukrajna már korábban is támadta a levegőből.
A legfelső tanács Nemzetbiztonsági Védelmi és Hírszerzési Bizottsága hétfői ülésén támogatta azt a törvénytervezetet, amely a 25 év alatti férfiak mozgósításának tilalmáról szól, számolt be róla Olekszij Honcsarenko parlamenti képviselő a Telegram csatornáján. A jelentés szerint Honcsarenko azt írta, a Nemzetbiztonsági Védelmi és Hírszerzési Bizottság éppen most támogatta a törvénytervezetet. Mint hozzátette, a törvényjavaslat nem csak a 18-tól 25 éves korig korlátozottan alkalmasak mozgósítását tiltja, hanem azokét is, akik nem teljesítettek katonai szolgálatot, vagy akiknek nincs katonai képzettsége. A törvényjavaslatot megfontolásra a legfelső tanács elé terjesztették. Наш пріоритет по максимуму допомогти школам в усіх регіонах. Ukrajnában a 2024-2025-ös tanévben számos új szabályt vezetnek be az iskolákban. Ezeket elsősorban az általános iskolások fogják tapasztalni. Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium megjegyezte, az első osztályokban legfeljebb 24 tanuló lehet, és ez a normatíva kötelező nappali, valamint vegyes oktatás esetén is. A többi elemi osztályban legfeljebb 30 diák lehet. A változtatás lehetővé teszi, hogy a tanárok jobban odafigyeljenek minden diákra, és ez pozitívan hat majd az első osztályosok tudására. Vladimir Zelenszkij is nyilatkozott az új tanév kapcsán, kiemelve a személyes jelenlét fontosságát az oktatási intézményekben. Az ukrán elnök szorgalmazza, hogy amennyire csak lehetséges háborús körülmények között minden diák vegyen részt a normális iskolai életben. Okszen Liszovij, Ukrajna oktatási és tudományos minisztere pedig a távoktatás negatív következményeire hívta fel a figyelmet. Szerinte a diákok hozzávetőlegesen másfél évvel vagy ennél még többel maradtak le a tanulásban. Ezen kívül az online tanulás és az állandó otthonülés a gyermekek egészségi állapotának romlásához vezetett, és rossz hatással van szellemi fejlődésükre. Az ukrán menekültek számának csökkenése miatt a lengyel cégek egyre gyakrabban szembesülnek munkaerő problémákkal, a betöltetlen állások száma pedig csak nő. Számolt be az RBCUA hírportál a Recspospolita című lengyel lapra hivatkozva. A jelentés szerint a probléma különösen az építőiparban és a termelő cégeknél súlyos, valamint a szállítás és a logisztika területén, ahol sok migráns dolgozik. A közgazdászok úgy vélik, hogy a helyzet súlyosbodhat, mert a hasonló kulturális múlttal rendelkező országokból, mint például Ukrajnából és Fehéroroszországból érkező bevándorlók száma fokozatosan csökken. Amennyiben a lengyel kormány megerősíti a migrációs politikát, az hatással lesz a munkaerő beáramlásra is. Ezen kívül a lengyelországi demográfiai helyzet is hozzájárul a munkaerőhiány növekedéséhez. Fél ezer általános iskolás érkezett a külhoni területekről és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség idei harmadik összmagyar anyanyelvi táborába Sátoraljaújhelyre. A kárpátaljai, felvidéki, erdélyi és vajdasági kisdiákok mellett 80-an érkeztek a táborba Kanada, Ausztrália, Ausztria, Ciprus, Nagy-Britannia, Franciaország, Írország, Németország, Spanyolország és Új-Zéland magyar diaszpóra közösségeiből. Az anyanyelvi tábor legfőbb célja, hogy a szórvány és a diaszpórából érkező általános iskoláskorú gyermekek magyar környezetben minél több élményt, barátságot és emléket szerezzenek, illetve erősödjön a magyar nyelv és kultúra ismeretük és szeretetük. Egymást érik a Rákóczi Szövetség tábora itt Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban, és hát minden vasárnap az azzal indul, vasárnap délután, hogy megérkeznek a diákok, legalább fél ezer diák, hétről hétre egymásnak adja a kérdéset itt a Rákóczi táborban. Most éppen egy nagy összmagyar anyanyelvi tábor kezdődött, ahová általános iskolás gyerekek jöttek a Kárpát-medencének a külhoni vidékeiről, főként a Szórványból. Örülünk, hogy itt vannak a kárpátai gyerekek is, a Berek, a Szászi járásnak több településéről. És hát amellett, hogy itt vannak a Berek-Szászi járásból, Kárpátaljáról, itt vannak a felvidékiek, az erdélyek, a vajdaságiak, és hát mellettük pedig a diaszpóra, vagyis a nagyvilág magyar közösségeknek a fiatal diákjai, gyermekei is,
akik egészen Új-Zélandtól Kanadáig, vagy mondhatnám Írországtól egészen Ciprusig, nagyon sokféle országból jöttek. És ez a hét azzal telik, hogy ezek a gyerekek itt rácsodálkozzanak arra, hogy lehet, hogy otthon is kisebbségben, kevesebbségben vannak, de ilyenkor azt látják, hogy igazából a magyar nyelv és a magyar nemzet az egy nagy világra szóló nemzet. És itt azt érezhetik, hogy sokan vannak, és hogy ez egy érték. Érték a magyar nyelv is, és a magyar kultúra is. Másodszorban pedig van ennek a tábornak egy olyan küldetése, hogy azt próbálja üzenni a családok és a közösség számára, hogy a magyar iskola választással, hiszen akik itt vannak most, ők magyar iskolába járnak, vagy éppen a diaszpórában valamilyen magyar közösséghez kapcsolódnak. És ezt a döntést, ezt a választást is ezen az úton keresztül is szeretnénk megköszönni a szülők és a közösség számára. Másrészt a diákok, akik itt vannak, őket pedig azt gondoljuk és azt reméljük, hogy az itt töltött napok azok segítenek abban, hogy nagyon sok élményt tudjanak innét hazavinni magukkal, ami szép emlékké válik, és hogy ezek az emlékek, ezek az élmények a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához kötik őket, és hát az a reményünk, hogy majd felnőtt korukban is büszkék lesznek erre a nyelvre és erre a kultúrára. A 23 éves a Kölcsei néven ismert nyári akadémia, de a Pedagógus Szövetség már 92-ben, tehát a megalakulása utáni első évben tartott nyári továbbképzéseket, amit nem akadémiának hívtunk, csak továbbképzésnek. Az egyik ilyen volt a Tisza-Péterfalvai A KNPS ismét megszervezte a Kárpátaljai Nyári Kölcsei Pedagógus Akadémiát, amelynek helyszíne ezúttal is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Az akadémia résztvevői idén a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásról, a kisebbségi jogokról és a digitális kor oktatást formáló hatásáról hallgatnak előadásokat, valamint gyakorlati képzésben vehetnek részt. A Pedagógus Szövetség 91-es alakulása óta rendszeresen tart nyári továbbképzéseket a pedagógusoknak, így már 92-től kezdve zajlott ilyen pedagógus továbbképzés, először néprajzi, népzenei vonalon, de később tantárgyakat is bevontunk ebbe, és Kölcsei Nyári Akadémiaként 23 éve tartunk nyári egyhetes továbbképzéseket. Pontosabban ez nem egy teljes hét, hanem inkább úgy mondanám, egy kredites 30 órás továbbképzést jelent, amit az Ukrán Állami Oktatási Intézmény meg is beszámolható a pedagógiai továbblépéskor, hiszen Ukrajnában 150 órát, tehát 5 kreditet kell 5 évente teljesíteni, vagy szerezni továbbképzésileg a pedagógusoknak. Ezt a tanári értekezlet fogadja el, és ez az egyik alapja annak, hogy ők más bérkategóriába, más besorolásba kerüljenek. Igyekszünk minden éven olyan kínálatot adni, amikor megpróbáljuk idehozni a világot, és lehetőleg olyan előadókat hívjunk meg, amelyek a széles látókörüket fejlesztik a diákok, vagy a tanároknak, és ez az egy hét közös gondolkodás, ismerkedést is jelent. Most például a digitális oktatás és a pedagógiai értékelés, a minőség kérdése van napirenden, ebben vannak gyakorlati foglalkozások és neves előadók előadók. Is. Remélem mindenki hasznosan tölti az időt, hisz este még arra is alkalom nyílik, hogy szórakozzanak, van színházi előadás, filmvetítés, és úgy mennek haza, hogy az augusztus 15-i héten feltöltve lelkileg és új muníciókkal kezdhetik a tanévet. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika és informatika tanszékével együttműködve idén 26. alkalommal rendezte meg az Abakusz matematika tábort. A rendezvény szakmai felelőse és szervezője Kulin Judit volt, aki stábunknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy bár a matematika sokaknak, különösen a szülők számára egy mumus tantárgy, de a gyerekek szeretik és örömmel jönnek a táborba. Az Abakusz matematika tábor a Pedagógus Szövetség által szervezett táborok közül az első. Tehát ez volt, mint gyermektábor először megszervezve a Pedagógus Szövetség égisze alatt. Ebben az évben már 26-szor kerül rá sor, és mi évről évre mindig boldogok vagyunk, hogy valóban nyár végén
vannak olyan gyerekek, akik szívesen jönnek a matematika táborba, mindenki által a matematika az egy mumusnak számított tantárgy, de el kell, hogy mondjuk, hogy a gyerekek szeretik. Teleport, amivel megoldotta a hang és a kép szinkronizálását. A tábor szervezői minden évben igyekeznek az iskolai tananyagon túlmutató matematikai foglalkozásokat tartani a fiataloknak, illetve aktualizálni az előadásokat. Így a tábor első napján a világszerte ismert logikai játék, a Rubik kocka feltalálásának 50. évfordulója alkalmából a gyerekek a bűvös kocka feltalálójáról és találmánya történetéről hallhattak előadást. Tavalyi tábor alatt Jutka néni észrevette, hogy egész idő alatt a kockát forgattam, és akkor idén, mivel idén van jubileum a Rubik kockának 50 éves, ugye 50 éve találta fel Rubik Ernő, és ő is ugye 80 éves lett, ezért úgy gondolta, hogy az első téma jó lenne, hogyha a Rubik kockáról szólna, de mivel ez egy egyórás előadás lett, én egy picit szerettem volna kibővíteni, ezért a magyar feltalálókról és azok találmányairól is beszéltem egy pár szót a gyerekeknek. A matematika fiatal szerelmesei élvezettel hallgatták a bűvös kockáról szóló előadást, és még nagyobb élvezettel próbálták ki maguk is annak gyors kirakását. Ebben a táborban én már kb. Négyszer voltam, vagy ötször is. Nagyon régen már kezdtem, még kb. Negyedikes voltam, azért kezdtem, mert először is az igazgató itt a vezető, és ő hívta meg először engem, amikor még nagyon kicsi voltam, és azóta megszeretem ezt a tábort, azért, mert itt sok fejlesztő program van, sok verseny van, sok dáma, malom, mindenféle előadások, és ezzel igen lehet fejleszteni az agyadat, és ezért szeretem ide járni. Visszaáll az eredeti helyére. Igen, képzeljétek el, hogy ezok... Másodjára vagyok ebbe a táborba, és nekem a matematika azért tetszik nagyon, mivel hát ez a kedvenc tantárgyam, ebbe vagyok tehetségesebb, meg jobb vagyok, mint a többi tantárgyba, és sok versenyt is nyertem belőle, és ezért kell egy kis nyári felfrissítő, hogy ne bután menjünk az iskolába. Az menni fog. A rendezvényre 10 és 16 év közötti fiatalok jelentkezhettek. A korábbi évekhez hasonlóan idén is Kárpátalja szinte egész területéről érkeztek résztvevők az Abakusz matematika táborba. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük mindenkit a 7. Beszédégi sporttáborban. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány 2024. augusztus 5-e és 10-e között 7. alkalommal szervezte meg a Beregvidéki Sporttábort. A magyar kormány, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával. A tábornak idén is a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felsőfokú szakképzési intézete ad otthont, ahol a sport, az egészséges életmód és a mozgás fontossága mellett megtanítja a gyermekeket a stressz kezelésére is. A versenyhelyzetek pedig az élet nehézségeire készítik fel a fiatalokat, emelte ki Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. A táborra május 3-június 3 között összesen 56 fő jelentkezett. Nagyon fontos, hogy kislányok is szeretnének mozogni, úgyhogy ezt mindig számon tartjuk, hogy közülük 15 kislány, és ez 17 oktatási intézményt és 15 települést jelent. A gyermekekkel 6 oktató fog foglalkozni, a szakmai referens Vizóer Árpád, a Főiskola Egészségügyi Sportcentrumának igazgatója, valamint a főiskola sporttanára és edzője. De természetesen a főiskola és a felsőfokú szakképző intézetünk különböző edzői is kiukusin karatét is fognak tanulni. Egy aranyérmes ungvári kolléganő érkezik hozzájuk. A sport nagyon fontos a gyermekek életében és az emberek életében, hiszen emberformáló és lélekformáló ereje van. Az önfegyelem iskolája egy életforma, és a legnagyobb leckéje talán az, hogy soha nem szabad feladni. Nagyon igyekszünk, hogy a gyermekek ne csak egyéni foglalkozásokon, egyéni sportot üzzenek, hanem csapat vagy pár sportban is részt vegyenek, azért, hogy egymásra odafigyeljenek, és megtanuljanak lemondani a másik javára, hogyha az a közös cél elérését szolgálja. Úgy köszönjük szépen a szülők bizalmát, a magyar kormány támogatását, és a gyermekeknek, hogy minket választottak. Egyéb
egyébként a 9 táborban nyár folyamán 515 gyermek jelentkezett be, közülük 427-en kerültek be iskolázásra, 66 kollégát kértünk fel hozzájuk, 63 településről érkeztek a gyerekek, és a munkájukat 44 főiskolai gyakornok segíti. Mindenki próbálja ki minden sportágot. Vizaver Árpád, a tábor szakmai felelőse elmondta, nagy szükség van a hasonló sporteseményekre, hiszen a gyermekek fizikai állapotában nagyon meglátszik a mozgásszegény életmód, illetve az elmúlt évek idézőjeles bezártsága. Nagy változás a programokban nincs, úgy, mint szoktunk csinálni, azt fogunk most is. Hát sportolni, legtöbbet lesz a sportolás, a edzés, mindenféle vetélkedő, pihenés, hogy gyerekek nagyon jó érezzenek magát ebbe a sporttáborba is, állandóan legyen nekik akarat vissza ide jönni. Edzések négy sportágból, ez a fő, a játék, kézilabda, kosárlabda, foci, röplabda, plusz még a könnyű atlétikából, hát nem minden program, de valami programt a könnyű atlétikából is fogunk foglalkozni. Plusz még mindenféle a népi és sport játékok. Tervezünk a tábor végén levezetni a versenyeket. Lesz sportágból versenyek, lesz pingpong, sakk, asztali tenyisz, hogy gyerekek hazamenjenek érmekkel, oklevelekkel. A sporttábor dinamikáját és népszerűségét jól mutatja az is, hogy a fiatalok közül többen is részt vettek a korábbi táborokban, mint például Garanyi Amira. Az előző tábor nagyon jó volt, mert ott is szereztem nagyon sok barátnőt, meg barátot is. Hát sportoltunk is, kézilabda, volleyball, kosárlabda. Ettől a mostani tábortól azt várom, hogy megint sok barátnőt szerezzek, meg barátot, és hogy én is gyúrjak a kézilabdára, mert a kézilabda kedvenc sportágam, ezzel szeretnék foglalkozni. A vetélkedés és a testedzés mellett a tábor kiváló lehetőség az ismerkedésre. Véli Prinica Maxim, aki már szintén visszatérő táborozó. A mostani tábortól azt várom, hogy érdekes lesz. Sok barátot fogok szerezni. Idén a Géniusz Jótékonysági Alapítvány 9 tematikus tábort szervezett. Ezek közül az utolsó a jövő heti brazil jiu-jitsu sporttábor lesz, amelyet harmadik alkalommal tartanak majd meg Tiszapéterfalván. A fűtési szezonban 50%-os kedvezményt kapnak azok a háztartási fogyasztók, akik elektromos fűtést használnak. A kedvezmény azokra vonatkozik, akik a hatályos szabályozásnak megfelelően alkalmazzák az elektromos fűtőberendezéseket. A kedvezményt azok is igénybe vehetik, akik még csak a fűtés beszerelésének szakaszában vannak. Tart a lakáson felújítása. A mesterek azt tanácsolták, hogy szereljek be elektromos fűtést, mert megéri. Ha a háztartásban van elektromos fűtés, és az be van jegyezve, és kevesebb, mint 2000 kW-ot fogyaszt havonta, akkor fele annyit, csak 50%-ot kell fizetni. Idén, június 1-én bevezették a kilovattonkénti 4 hrivnya 32 kopékás tarifát, amely 2025. április 30-áig lesz érvényben. A kormányhatározat ugyanakkor kedvezményes árat biztosít a fogyasztók számára. Ha a háztartás havonta maximum 2000 kW-ot fogyaszt, akkor csak a tarifa felét, azaz 2 hrivnya 64 kopékát kell fizetni 1 kW-ért. Amennyiben túllépik a határértéket, a különbözetet a hatályban lévő tarifa szerint számolják el. Október 1-től 2025. április 30-áig, ha a fogyasztó túllép a 2000 kWh havi fogyasztást, a teljes mennyiséget nem a csökkentett, hanem a teljes 4 hrivnya 32 kopékás áron számolják fel. Más szóval a kedvezményes tarifa a fogyasztástól függ. Vagyis 2001 kWh-tól már a 4 hrivnya 32 kopékát, míg ez alatt 2 hrivnya 64 kopékát kell fizetni. 2,64.
A kedvezményes villamos energiatarifa megítélése céljából a háztartási fogyasztónak ki kell dolgoznia egy projektet, amely meghatározza az elektromos fűtőberendezések listáját az állami szabványnak megfelelően. Ezt követően módosítani kell a létesítmény műszaki leírását, és kérelmet kell benyújtania az energiaszolgáltatónak. Kérelmet kell írni, ehhez csatolva a projektet és a létesítmény műszaki leírását, és mi is elvégezzük a szükséges módosításokat. Ezt követően a fogyasztók megkaphatják a csökkentett tarifát. A szakértők rámutatnak, hogy ha a lakásban kombinált fűtést használnak, például gáz és elektromos fűtést, akkor a kedvezményes tarifa nem alkalmazható, mivel a határozat csak az elektromos fűtés működtetésével rendelkezik. A fogyasztónak egyféle fűtési rendszerrel kell rendelkeznie, ha gázzal fűt, nem tud elektromos fűtésre váltani. A létesítmény a lakása műszaki leírását meg kell változtatni. Egy fűtési típusnak kell lennie. Elektromos vagy gázfűtés, mindkettőt nem lehet bejegyeztetni. Emellett minden telepített berendezésnek megfelelő tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, nem lehet saját készítésű, meg kell felelnie az állami műszaki szabványoknak. A készülékek teljes listája, valamint a fogyasztóknak szóló cselekvési algoritmus elérhető az energiaszolgáltató vállalatok hivatalos weboldalain. Ezek az elektromos kazánok, konvektorok, hőszivattyúk, elektromos kábelek lesznek. Az állami szabványok egyértelmű kritériumokat írnak elő, elég sok van belőlük. A legfontosabbak a kazánok, fűtőpanelek, kábelek, hőszivattyúk, elektromos szivattyúk. A kedvezményes tarifa mellett további bónuszt jelentenek a kétzónás mérőberendezések, azaz a nappali éjszakai fogyasztás mérők. Így az éjszakai áram kilovattonként egy hrivnya 32 kopékába kerül. Amennyiben a fogyasztók kétzónás mérőberendezéssel rendelkeznek, akkor a csökkentett ár éjszaka tovább feleződik. Egy hrivnya 32 kopéka lesz éjjel 23 órától reggel 7 óráig, vagyis ha éjszaka kapcsolja be az elektromos fűtést, a számla tovább csökken. Kárpátalján jelenleg több mint 440 ezer háztartási áramfogyasztó van. A szolgáltatók adatai szerint közülük csak 6 ezeren szereltek be és legalizáltak elektromos fűtést, így jogosultak kedvezményes tarifára. Amennyiben az ingatlan tulajdonosok igénybe akarják venni a villamos energia kedvezményt, október 1-ig, azaz a fűtési szezon kezdetéig be kell nyújtaniuk a dokumentumcsomagot. A kedvezmény jövő év áprilisának végéig marad érvényben.